lámpagyújtogató mindig is szorgalmasan végezte munkáját. Estéről estére a szűk külvárosi utcákat járva, s bár az úr az éjszakákat a sötétségnek teremtette, már rég nem nézte rossz szemmel, hogy hosszú botjával magasra nyúlva, pislákoló, apró fénymanókat varázsolt a házak közé, láthatóvá téve mindazt, amit nélkülük könyörtelenül elnyelt volna a nappalt váltó éjszaka. Az évek során szokásává vált, hogy elidőzzön egy balkon alatt, amiről egy barokkos túlzással megformált dús keblű szoborköltemény nézett ábrándos tekintettel a távolba, mintha valakit nagyon várna. Az erkélye alatt felgyúló gázlámpa fénye ilyenkor szinte életre keltette a szobrot, és a lámpagyújtogató nem tudott betelni a látvánnyal. Hosszú botját szorongatva a háztól tisztes távolságban ácsorgott, és ábrándozva hosszan az erkélyt bámulta. Nem tudta miért, de ezek a pillanatok, amit a szobor közelében töltött, tompították a fájdalmat, ami gyermekkora óta szemét nyomta. Egykedvűen folytatta tovább munkáját a kanyargós sikátorokban, és miután már mindenfelé puha fény szórtak a lámpák, megpihent egy padon. Eszébe jutottak kölyök évei, amikor délutánonként apja boltjának ajtajából szomorú szemekkel figyelte a környékbeli gyerekeket, akik hatalmas zsivallyal kergetőztek a poros utcában, de olykor kidobóst is játszottak. Volt köztük egy hosszú, vöröshajú kislány, akiben fülig szerelmes volt, úgy ismeretlenül is, de mire apja boltja egy szép napon tönkrement és végleg bezárt, a lány is, a gyerekek is eltűntek az utcából, és hiába járt a késő estig a környék utcáit, soha többé nem látta viszont a vöröshajú lányt. De elfelejteni nem tudta azóta. Azóta sem. Hátát a pattámlájának döntve, figyelmes lett egy kisfiúra, aki csíkos sapkával fején ördögi ügyességgel dobált 5 színes labdát a magasba, és közben lábát lógászva, széles vigyorral arcán ücsörgött a lassan felkúszó, hófehér félholt karéján. Thank you.
Kora reggel vonatra szállt. Előtte azonban egy utolsó pillantást vetett az erkély felé. A felkelő nap éppen akkor bújt elő a házak mögül, aranysárga fényszőnyeggel borítva el az utcát. Kezével intett, és bár a napsugarai elvakították, mintha látni vélte volna, hogy valaki visszaint. De zavartan fejébe húzta kalapját, és befordult az állomás épületébe. A szerelvény füstölgő mozdonyával az élen indulásra készen várt. A lámpagyújtogató elfoglalta helyét a 9-es kocsi 1-es kupéjának 4-es ülésén, és bár úgy tűnt, ezen a reggelen rajta kívül senki sem kíván útra kelni, ő mégsem csábult át az ablak melletti helyek egyikére. Nyakát meresztve bámulta a sinek mentén masírozó bakákat, akik ki tudja milyen nótára vonultak, és merre, és miféle vezényszóra tisztelettek hol jobbra, hol balra. Hangjukat elnyelte az induló vonat égtelen visítása, alakjuk pedig szépen lassan eltűnt a mozdony mindent beterítő fekete füstjében. A kerekek kopogása monotonul zakatolt fejében, és a lány alakja egyre határozottabban rajzolódott ki előtte, ahogy az ablakon keresztül a rohanó tájat kémelte egyre pislogó szemekkel. Ella. A kalóz diszkréten kopogtatott a kupé ajtaján. A jegyet szerette volna látni. A vonat egy város határában vesztegelt, ki tudja mióta. A kalóz mérgesen verte az ajtót. A jegyet! Kiabálta. A lámpa gyújtogató lassan magához tért. Felállt, a kalóz már rúgta is az ajtót, lehúzta az ablakot, és egy virágos rét közepén csodálatosan csillogó cirkuszi sátrat pillantott meg. Körülötte rengeteg ember mozgott. Feltépte az ajtót, a már ordibáló kalóz kezébe nyomta jegyét, és leugrott a vonatról, ami abban a pillanatban tovább is indult, otthagyva a tömegben eltűnő lámpa gyújtogatót. Mindenféle árusok kínálták nagyszerűnek vélt portékájukat. Zenészek, mutatványosok, komédiások mulatták az időt a bámész emberekkel. De a nagyba úszó cirkuszigazgató tölcsiren át áradó hangja minden túlharsogó. Hölgyeim és uraim, drága leendő publikum! Van szerencsém ezen nem bejelenteni, hogy meg annyi rándulás után végre városokba érkezett, Otto Kamporán és a Zerrációsan hőfogyottó cirkusza! Csak egy szót tudok rá. Világszak! Szétválasztunk a porondon egy sziámi kerpát. A bűvész előhúz kalapjából egy elefánt. Ott a madár ember egy karcsapással a felhők fölé száll. Láthatjuk a kígyó ember ki farkába harap, s hogy kezében az esti előadásra szóló jeggyel belevetette magát a forgatagba. Egy idő után feltűnt neki, hogy bár minden portéka különbnél különb, az árusok arca viszont mintha teljesen egyforma lett volna. Mint nagyon sok két tojás.
egyforma színek festettek arcukra megmagyarázhatatlan mosolyt, és egyforma negédes hanggal csábították roskadásig pakolt, kopott asztalaikhoz a jó népet, ígérve nekik minden jót és szépet, csak még véletlenül se térjenek haza üres kézzel vásárfia nélkül. Cilinderes öregurak, na meg a széles, nagy kalapos asszonyságok megszállottan alkudoztak, miközben a gyerekek kezébe színes forgót nyomtak a pufárok, és végül egyformán kaján vigyorral nyugtázták, hogy ismét csak ők jártak jól. Ettől függetlenül, vagy éppen ezért, különösen boldognak tűnt ez a délután. A körhintánál hatalmas sor kígyózott. A gyerekek türelmetlenül toporogva várták, hogy sorra kerüljenek. Az apró póni egykedvűen járt körbe, egy rudat húzva maga után. Mögötte mezítlábas, maszatos kölyök kullogott ostorral a kezében, így mozgatva a szerkezetet. A hintán ülő gyerekek önfeledten kacagtak, néha úgy integettek szüleiknek, hogy még kapaszkodni is elfelejtettek. Az arcokról tündéri boldogság sugárzott. Égtelen ricsajjal, kolompolással kísérve állt meg az óriás keréktől nem messze a csepürágó karavánja. Gólyalábas fiúk, lányok rajzottak szét minden irányba, és teli torokból üvöltve invitálták a népet a nem sokára már el is kezdődő előadásukra. Sietniük kellett, hiszen a cirkuszról ők sem akartak lemaradni. Az a hír járta ugyanis, hogy ma este, hosszú idő után ismét a porondra lép a régen híres, de mára valami megmagyarázhatatlanul rejtélyes okból elfeledett bohóc. Egy vérbeli bohóc. A csepürágók gyorsan összetákolták pici színpadukat és műsorukat, ami nem is szólhatott másról ezen a délutánon, mint a bohócról, akiről az ő kislánya már el is kezdte megosztani emlékeit a lassan gyülekező közönséggel. Apám Párizsban éreztem meg a manés különös hangulatát. Arcára jó sok festéket kent, és a fejére húzott egy csíkos sapkát. Nagyszerű élet töltött a porondon, ő lett a bohóc király. De egyszer csak eltűnt a cirkusz a térről, és ott most egy nagy torony áll. A társulat szekérre száll, és körbe utazta fél Európát. Siker nem maradt el, volt, hogy a bűvészt is megtapsolták, de mindig jutott annyi, hogy reggel a sarkiból van a volt legyenek. Szalonnát, hagymásra, teltház volt esetleg hozzá egy kis kenyeret. 16 szép év után már eltűnt, csak cirkuszt is szétszavarták. Késdobálóval hajóra szálltunk, és átszerelmeskedtük az óceánt. A hír, hogy Európa lángokban áll, gyorsan elérte Amerikát. Ezt kedvesen annyira szívére vette, hogy felakasztotta magát. Maradtam, testemet árultam, s egy este az utca sarkán. Egy brooklyni rabbi a nevére vett, együtt várjuk most a messiást. A cirkusz sátrának támaszkodva egy kemény kalapos alak egykedvűen tekerte hangtalan kintornáját. Mellette egy apró kislány húzta hegedőjét, melyről a húrak aranyhajként lógtak mindenfelé.
Egy lódenkabátos figura körbe-körbe rohangált a sátor körül, elveszettnek hitt trombitáját keresve. A harmonikás, vállállógó hangszerét átölelve pedig az igazak álmát adta. Egy szakadt alak kicsit távolabb, gitárját pengetve ült a homokban, és nagyon halkan egy dalt dúdolt. De már senki sem figyelt rá. A cirkuszban hangolni kezdtek a zenészek, és egyre hangosabban és hangosabban szólt a tra-ta-ta-ra-ra-tra-ta-ta-ta. Lassan beesteledett, a zenekar még mindig, sőt, egyre hangosabban játszott. Az igazgató szócsövén keresztül fülsértő hangon rikácsolva terelte az embereket a bejárat felé, az eget tűzi játék fénye festette hirtelen vörösre. A telihold fényében a kufárok kocsira pakolták megmaradt portékájukat, és kóboltosan poroszkálva eltűntek a sötétben. A tér szinte teljesen elnéptelenedett. Az emberek lassan elfoglalták helyüket a porond körüli padokon. A lámpa gyújtogató izgatottan gyűrögette kezében a jegyet az első sorban. A fények kihúnytak, az előadás elkezdődött. Parádésan felcicomázott hófehér paripák futottak a porondra, hátukon karcsú artista lányokkal, akik nem ültek, de álltak az egyre gyorsabban körbe-körbe vágtázó lovakon. De ők ügyesen egyensúlyozva, fejüket mindig a közönség felé fordítva csak mosolyogtak és mosolyogtak. Félelemnek nyoma sem látszott amúgy gyűrött arcukon. A zenekar tust húzott, peregni kezdett a dob, a lovak körben hirtelen megálltak, és a porond közepe felé fordultak. A lányok egy szaltóval leugrottak róluk, egyikük ostorral a kezében kecsesen a kör közepére vonaglott, ott megállt, és egyenként az izgatott állatok felé bökött, akik egymás utánban elindultak felé. A többi lánya közben csípőre tett kézzel, a nézők felé fordulva, sokat ígérően vigyorgott, így fokozva a hatást. A lovak körbevették az idomárt, szinte semmi sem látszott belőle, és már csak a jelre vártak, hogy két lábra ágaskodva integethessenek a publikum felé. A dobpergés elhallgatott, ostor csattanás hallatszott, a paripák egyszerre emelkedtek fel, és melső lábukkal vadul kalimpálni kezdtek. A porond szélén álló lányok magasra emelt kézzel hajlongtak, a zenekar belecsapott egy diadalmas zeneszámba, a közönség tapsolt, a lámpagyújtogató pedig az első sorból az előtte álló lány lábai között kikukucskálva nem értette, hogy miért fekszik a porond közepén az ágaskodó lovak kúpja alatt vértócsában az ostor, és mellette az a gyönyörű. Hirtelen sötét lett, a közönség fütyült és tapsolt, a zenekar vidám indulót játszott, közben hallani lehetett a paták elhaló dobogását. Majd újra felgyúlt a fény, csend lett, és a kupolából egy hatalmas szőnyegen ülve a tibeti fakír ereszkedett le, nyakában hatalmas óriás kígyóval. Ingjéből furuját húzott elő, édes dallamot játszott. A kígyó lassan, lustán, dühösen sziszegve lefejtette magát az ember nyakából, és hatalmas kötélkupacként a fakír mellé tekeredett a szőnyegen. Két legény izzószöges ágyat tett a szőnyegre. A fakír széles mozdulatokkal kísérve felállt, és tenyerével a szögeket bűvölve, simítva jelezte az ámuló publikum felé, hogy bizony veszélyes mutatványa az, amit most látható lesz. A lámpagyújtogató tátott szájjal figyelt, miközben az apró labdácskává gyűrt belépő jegyét rakosgatta egyik kezéből a másikba. A tibeti lassan az ágy végére ült, arcán látszott gondolatai egészen máshol járnak, és szépen lassan hátradőlve végig feküdt a szöges ágyon. Égett bőrszaga terjengett, a közönség felsziszent. Óvatosan újra előhúzta hangszerét, és fejét az ágyról hátrafelé lelógatva, a kígyót bűvölve különös dallamba kezdett. Az óriás kígyó lassan magasba tornázta fejét, és elkezdett a nyaka köré tekeredni. A furúja dallama fájón áradt a porondon át a publikum felé. A kígyó már teljesen a fakír nyaka köré fonta magát, nyelvével szinte már az orrát nyaltosta. Az égett szag egyre erőteljesebben terjengett, a közönség tapsolni kezdett, majd a szőnyeg lassan elindult felfelé.
A publikum felállva, egyre ütemesebben némán tapsolt, majd a dallam lassan hörögve elhalt. Ahogy a szőnyeg egyre magasabbra emelkedett, a fények is kihunytak lassan. A furúja tompa puffanással fúródott és tűnt el a manézs lópiszoktól bűzlő homokjában. A zenekar vidám polkába kezdett, zsonglőrök futottak a porondra, buzogányukat magasba dobálva járkáltak körbe-körbe. Közben egy hatalmas trambulin került a porond közepére, ahol csinos artista lányok nyaktörő szaltókat mutatva borzolták a nyájas publikum idegeit. A lámpagyújtogató a cirkusz belépőből lett papírgalacsint rágcsálva, figyelmes lett a függöny mögül kikukucskáló öreg kis bohócra, aki már alig várta, hogy a porondra léphessen. Azt hallotta, hogy ma este egy egészen különleges bohóc tréfát fog bemutatni. Nagyon izgatottnak tűnt ő is. Három légtornász az est fénypontjának számító halálugrásra készülődött a kupolában. Ide-oda repkedtek egyik trapézról a másikra, várva, hogy az alattuk lévő, fentről nagyon picinek látszó trambulint a lányok a helyére igazítsák. Egyik kezüket a magasba emelték, másikat csípőre téve jelezték, hogy elkészültek. Ekkora bohóc, 7 mérföldes léptekkel a trambulinhoz settenkedett, a publikum sikítva röhögött, és kigurította azt a manézsből. A légtornászok produkciója tökéletesen sikerült. Sötét lett. A közönség még mindig tombolt a gyönyörtől. Apró fények villóztak a manézsban, hatalmas rohangálás zaja sejlett. A zenekari páholy felől bódító muzsika áradt, de a zenészek eltűntek. A porond felett egy hinta lengett. A bohóc ült rajta, nagy színes kabátja papagáj szárnyként csapkodott fel és alá, hatalmas porfelhőt kavarva a manézs homokjából. Szemei tüzet szúrtak. Piros labdákat dobált a közönség felé, akik egymást taposva próbálták azokat elkapni. De ahogy hozzáértek, azok rögtön kipukkadtak, és vérvörös lét fröcsköltek szét mindenfelé. A lámpagyújtogatónak sikerült egyszerre 3-at is elkapnia. Vörös masszában úszott az egész cirkusz. A közönség fetrengett a röhögéstől. A lámpagyújtogató öklendezve próbált megszabadulni belépő jegyétől, de mikor a bohóc megszólalt fent, a magasban csak nyelni tudott. Köpni nem. Drágáim, most jó erősen figyeljetek rá, elmondanám a napokban, mire jöttem rá. Kiderült a lélek belém, nem csak hányi jár, hát felejtsük el, ki voltam, bár senki nem tudná elképzelni, mitől ment az élete ennyire szarrá. Réges-rég a porondon, ha rám vetült a fény, sugárzó és boldog arcok nevettek felém. Megbotlottam, hasra estem, és minden gyerek hasát fogva kacagott egy este. Minden megváltozott, és elkezdődött a bál. Zúgjon fejetekben, mint kútban a harang. Kusszak
A lámpagyújtogató kábán feküdt egy hatalmas, homokkal teli szórt kör közepén. Földön túli muzsikát, távoli hangokat, különös mondatokat hallott. Kinyitotta a szemét, felült, de senkit sem látott. Csonfa tekintetű kacélprimadonnák hamis mosolya csábít minket. Talmi örömet ígérve. De a narancsliget mélyén mégis elhisszük, hogy van, aki szeret. Közben üres szemekkel nézünk el egymás mellett. És így legyez, napról napra. Virágokkal teli mező vette körül, és csak a madarak hangja zsongott a hajnali derengésben. Egy vonat állt meg nem messze mögötte. A mozdony csupán egyetlen árvakocsit tolt maga előtt. Katonák ugráltak le róla, és a töltés alján kiállva, kigugolva próbált megszabadulni kínzó terhétől. Néhányan az ablakon kihajolva meredtek a távolba. A bakák dolguk végeztével cigarettát sodortak, meggyújtották azt, és végtelen könnyedséggel, vidáman fújva a füstöt visszaszálltak a vonatra, ami lassú pöfékeléssel rögtön tovább is indult, majd eltűnt a fák mögött, és még sokáig kövér, fekete füstöt húzva maga után mutatta útját. Egy katona azonban nem utazott tovább bajtársaival. A sínek közt ácsorgott, egyik kezében puskát tartott, vállán gitár lógott. Némi töprengés után fegyverét messzire hajította, és elindult a tisztás felé. A lámpa gyújtogató rosszat sejtett, ezért ülve maradva, észrevétlenül elkezdte magát lábával a kör széle felé tolni. De a katona megállt a másik oldalon, és ügyet sem vetve rá, leült a földre, gitárját maga elé vette, és játszani kezdett. A lámpa gyújtogató tátott szájjal figyelte. Lassan felállt, és a kör ívét követve a katona mellé lépkedett, majd kis gondolkodás után leült mellé. A katona abba hagyta a játékot, és a lámpagyújtogatóra nézve komoly hangon így szólt. Nem minden bakfittyám, öcsém, ami annak látszik. Ennyien maradtunk. Biccentett a vonat füstje felé. Én már attól is féltem, folytatta, hogy kisiklik a vonat, és a mélybe zuhanunk, mielőtt a városba érnénk. Pedig nincs is már messze innen, legyintett lemondóan. A lámpagyújtogató mély empátiával hallgatott, és mikor éppen kérdezni akart a katonától, az már folytatta is. Nagyon messziről. Nem is tudom, hogyan kerültem oda. Vitte. Nem kérdezte, csak vitte. De már vége. Itt vagyok. Én? Itt vagyok. Jó lenne elfeledni az esztelen öldöklést, a végtelennek tűnő hideg éjszakákat, amikor otthonunkra gondolva szaros kis életünkért könyörögtünk a hideg, nyírkos lövészárokban. Thank you.
katona földre fektette gitárját, tarisnyájából szalonnát, hagymát és egy kis kenyeret varázsolt elő. Gusztusos falatkákat készített, és pedáns sorba rendezte azokat a gitárhúrjain. Nagyot nyújtózott, és jó ízűen emlékezett. A lámpagyújtogatónak először a gyomra kordult egy hatalmasat, majd kisvártatva a nyála kezdett el kitüremkedni a szájából. Zavartan elfordult, majd felállt, és tétován billegett egyik lábáról a másikra. A katona nagy beleéléssel falatozott a homokban, észre sem véve a lámpagyújtogatót, aki a kör ívét folytatva lassan elindult a másik oldalra. Ám ekkor felnézett rá, majd Kése hegyére egy falatkát tűzött, és jóságos mosolya kísérve feléje nyújtotta. A lámpagyújtogató hálásan motyogott valami köszönömfélőt, és egy nagy levegőt véve lenyelte az egészet. A következő falatokat már meg is rágta. Csendben, békésen falatozgattak egészen addig, míg az utolsó morzsáig el nem pusztítottak mindent. A nap már magasan járt az égen, és pokoli hőséget árasztott a föld felé. A két férfi összeszedte holmiát, és a vasúti talpfákon lépdelve a város felé indult, már csak azért is, mert bíztak benne, hogy egyre erősödő szomjukat ott a városban csillapítani tudják. Már vagy két órája lépkedtek szorgalmasan, kicsit sem csüggedve a sinek között, amikor az első kültelki házakhoz érkeztek. Szürke inges, rövidnadrágos fiatalok masíroztak katonás rendben egy hatalmas téren, a bakancsok keményen csattantak a betonon, hangjuk felerősödve pattant vissza egy gigászi, vörös márvánnyal díszített épület szörnyetegről, ami félkörben fogta közre a teret. Az épület hosszú erkélyén egyenruhás alakok figyeltek szigorú, szúrós tekintettel, közben a bádok hangszórókból pattogó vezényszavak recsegtek. A katona és a lámpagyújtogató nagy ívben elkerülve a teret, a másik irányba indult, bízván, hogy arra találnak egy kocsmát, ahol végre ihatnak valamit. Nagyon szomjasak voltak már. Nem is csalódtak. Egy hosszú, sokablakos, fehérre meszelt házhoz értek, aminek falához támasztva rengeteg bicikli várt a gazdáját. Az ablakokból dőlt a füst, a bejáraton meg hol ki, hol betántorgott egy-egy vendég szükségét végezni vagy szomját oltani. A két elcsigázott vándor belépett az ajtón, és rögtön rendeltek is fejenként sok sört, amit gyorsan el is fogyasztottak, mert nagyon szomjasak voltak, majd az asztalra borulva mély álomba zuhantak, mert nagyon elfáradt. A lámpagyújtogató lassacskán ébredezni kezdett, laposan pislogott körbe az időközben teljesen kiürült restiben. A csaposon kívül senki sem volt a teremben. A katonának is nyoma veszett. Gitárja ketté törve az asztal alatt hevert. Az ablakok még mindig nyitva voltak. Színes szalaggal átkötött, hatalmas, lepecsételt dobozok repültek be rajtuk időről időre, tompa puffanással landolva a kocsma kövén. A csapos gyakorlott mozdulattal felvágta azokat, és tartalmukat vászonzsákokba gyömöszölte, majd egyesével a hátsó udvarra hordta a zsákokat. Méretes kupacot rakott belőlük, petróleumot locsolt rá, és meggyújtotta azt. A lángok az égig csaptak, a csapos pedig visszaállt a pult mögé, egy vizes pohárba színültig vodkát töltött, és egyhajtásra felhajtotta azt. Ekkor az ajtón egy forradalmár sapkás fiatal férfi lépett be, valamikor szebb napokat látott barnás öltönyében. Sűrűn kapdosta a levegőt, vélhetően futva érkezett. Kisvártatva közel két tucat hasonló figura lepte el a kocsmát. Nagyon izgatottak voltak. A sapkás felállt egy asztal tetejére, és furcsa történetbe kezdett, miközben az utca felől egyre valljósabb hangok próbálták elnyomni hangját. Egyetlen buta kis dallam maradt, egyszerű táncot jár a nép, mindenki révbe ért. A folyók visszafelé folynak, sok kis falvat vízbe folytva, áradnak szerte szét. Templom vízben úszó tornyan mutat, a hajósnak konokul mutat,
szárnyal, de útja végén a tenger helyett egy sötét erdő várja. Színes fények sejlenek át a sűrű lombok között, egy éles villanás, hatalmas robbanás, nagy só lesz ma a városban, végre tort ülhetnek egy nyálas elmúlt fölött. Sötét éjszakában feltűnik egy fény, napsárga csóvával itt a város felé. A hegyen túl most város táncot jár a nép, és énekük szárnyakon árad felénk. A gyújtogató még mindig a holdat bámulta, de az már tovább állt, átadva helyét a lassan ébredező napnak. Megnézte óráját. Hazamennie már nem volt értelme. Lassan pirkadni kezdett. Egy darabig még ücsörgött a padon, majd felállt, magához vette botját, és álmos lustasággal kezdett hozzá eloltogatni a gázlángokat, amik már feleslegesen lobogtak volna tovább üvegkalickájukban. A balkonos házhoz érve hirtelen földbe gyökerezett a lába. Az utcán mindenfelé kőtörmelék hevert, a szobor összetörve feküdt a járdán. Felnézett az emeletre, de csak bútorokat látott egy hasadékon át, az erkély is eltűnt. Egy terebélyes, vöröshajú asszonyság rikácsolva pörölt a ház előtt három kőművessel, hogyha estig nem végeznek annak a hatalmas luknak az eltüntetésével ott fönt, akkor bizisten őket falazza be a pincébe, de örökre! A kőművesek próbálták megnyugtatni, hogy 10 társuk készenlétben áll, bármikor jönnek és segítenek, ha kell. A lámpagyújtogató messzire hajította botját és az állomásra kullogott. A restiben felhajtott egy nagy pohár jobbfajta pálinkát, majd jegyet váltott az első induló vonatra. Amíg az indulásra várt, a váróterem ablakán keresztül figyelte a sinek mentén vonuló pakákat, akik egy hatalmas zászlót követve eltűntek a várost lassan elborító hajnali ködben. Meg kellett tennem, a szabadság bizony néha munkával jár. Sok ripacs közt bohócnak lenni, ezt a szerepet osztották rám. Színes világban éltünk, nem látunk, csak vártuk a csodát.
távol leszek, megpihenek, s egy napon.